Vezetőszáron és bilincsben fegyveres őrök kíséretében szállították a börtöntől mindössze néhány tíz méterre található szexádi törvényszékre a gyerekgyilkossággal vádolt férfit. Az épület előtt a 6 éves áldozat dühös rokonai várták. A tárgyalóterembe a rokonok közül csak a meggyilkolt lány édesapját engedték be, a többiek kint várakoztak. A bíró ezután zárt tárgyalást rendelt el egy tavalyi jogszabályváltozásra hivatkozva. A gyermekkorú sértettek esetében szexuális bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén kötelezővé teszi a zárt tárgyalás tartásának elrendelését. K. Dániel március 8-án ezzel a több mint 3 kilós térkődarabbal verte szét a saját unokahuga fejét. A gyilkosságot most beismerte, tagadta viszont, hogy előre eltervezte azt, és azt is, hogy szexuálisan bántalmazta a lányt. A jelen esetben minősített emberölésről van szó. Aljas indokkal, különös kegyetlenséggel, 14 évet meg nem haladó személy sérelmére, védekezésképtelen, illetve védekezésképtelen személy részére, vagy sérelmére. Ugye ez 4 súlyosító, minősítő körülmény, ezeknek a fennálltát kell többek között még bizonyítás alá venni. A gyilkossághoz használt térkőben a szakértő egy 3. DNS nyomot is talált. Az áldozat szülei ezért sokáig biztosak voltak abban, hogy a kegyetlen támadásban társa is volt a vádlottnak. A szülők ügyvédje viszont most azt mondta, hogy egy vizsgálat ezt egyértelműen kizárta. A törvényszék azt vizsgálta meg először, kiegészítő szakértői vélemény keretén belül, hogy esetleg helyszínelő rendőrökről kerülhetette. Ez a 3. DNS nyom erre az eszközre, és megérkezett ez a kiegészítő DNS szakértői vélemény, ami kétséget kizáról megállapított, hogy az egyik helyszínelő rendőrről került rá erre. K. Dániel a gyilkosság előtt egy lopás kísérletet is elkövetett. Az ügyész most indítványozta, a bíró pedig jóvá hagyta, hogy a két ügyet vonják össze, így szigorúbb büntetés várható. A törvényszék az ügyészség indítványával egyezően jelen ügyhöz rendelte egyesíteni a szexádi járásbíróságon a vádlott ellen korábban már megindult szabálysértés értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérlete miatti ügyet. K. Dániel az aljas indokból különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés és a lopási kísérlet miatt akár 22 év börtönt is kaphat.